Sziasztok! Üdvözlök mindenkit! Dodge Charger következő epizód, a 80-as rész. Nézzük meg, ugye előző részből megmaradt az oldalsó lámpának a cucca, de majd mindjárt megnézzük a feladatot. Igen, azt mondja, a jobb oldali hátsó szárnynak írja. Tehát itt is, tehát ennyi kész. Megnézzük. Lassan már fel kellene hozni a mérlegemet, és azon meg kellene mérni, hogy mennyi ez az autó. Bazsi? Vagy Levi? Valamelyikötök felhozza apának a mérleget? Köszi! Olyan rendesek vagytok, visszaszóltak, hogy nem. De nehogy már. Felhozzák. Na tehát, ja igen, első be kell rakni a világítást, és utána fölrakni az oldalát. Na, tehát így, hát ha így nem dől el, vagy pont így fog eldőlni. Mondja, hogy ja, hogy ezt az ezüstöt tesszük ide. Így. Utána a pirosat, igen, azt kell, köszönöm Bazsika. Itt a mérleg, majd ezen megmérlegeljük. Utána ezt betesszük ide, így, és ezt befogatjuk 2 DMS csavarral. Tartom a csavarhúzót, hova, ja, ott van, amit az elébb használtam. Ez nem jó. Keresünk el. Közben Bobival beszélgetek. Mondjad? Fú, már nem emlékszek rá. Nem tudom, szerintem nem. Hát nem tudom, most kerestem egy másik csavart. De nem tudom, hogy ti halljátok-e Bóvit. És nem csavart kerestem, hanem csavarhúzót, ami ezekbe a nagyon pici csavarfejekbe belemegy. Kicsit a kezembe veszem, mert ez igen. Na, itt valamit nem smakkol. Várjatok. Még jó, hogy a kezembe vettem. Tehát kiesett innen ez a piros, amit beraktunk, amit most meg kell keresnem. Amit megkerestem, és nem szóltatok, hogy ne csavarozzam be ezeket a csavarokat, mert hogy innen hiányzik egy alkatrész. A 49B-s alkatrész. Még jó, hogy felemeltem a kezembe, hogy meghúzzam a csavarokat, és kiesett ez a piros. Így. Hogy?
De szeretném végigvinni, de elmúlt, nem tudom, 2 évvel nem ültem számítógépnél, így nagyon nem igen tudnám most. Közben úgy, hogy nem szeretné végigvinni azért a Red Dead Redemption 2-t. De nagyon szeretném, de mivel nincs időm, így nem tudom, még ha szeretném is. Mert múltkor letöltöttem ráadásul a gépre, azt hiszem, és elkezdtem volna vele játszani, de azt hiszem a kisebbik fiam fogta magát, és ő talán végigjátszotta, de nem biztos, de ő elkezdte csinálni a elkezdte csinálni. De hát jó, már így is az van, hogy na nézzük, hogy valami normális gépet kéne összerakni, azt mondják, mert már apa, az a gép nem jó, ami van. De nem tudom, miért mondják, mikor még 3 éve ezelőtt olyan szuper volt. Jó, tudom, miért mondják, mert igazuk van. De hát ez van. Majd egyszer, ha mindenre lesz időnk, akkor majd összerakjuk. Na, de ez megvan. Most fő kell rakni az oldalára. Na, várjatok, akkor innen arrébb pakolunk. Jaj, gyere. Azt mondja, hogy így. Na most lehet, hogy láttok valamit, ugye? Ezt föl kell pattintanunk ennek a szélére. Valahogy próbálom így óvatosan. Aztán lehet, hogy nem kell annyira óvatoskodni itt vele. Hát szerintem az oda. Aha, jaj. Így. Jó. Oké, és akkor utána kellene csavarok, azt mondja, EMS csavarokkal kell elkezdeni felfogatni. Elő kellene venni. Szóval, ja, jó lenne végig tolni, meg nem tudom. Az a baj, hogy most abban a korszakban vagyok, hogy azt az időt, amit nem a gyerekekkel töltöm, a családdal, meg munkával, azt nem tartom hasznosnak. Tehát a ilyen játék, meg az ilyen dolgokat nem tartom hasznos időtöltésnek. Tehát ha nem a gyerekekkel, meg a családdal vagyok, hanem meg nem keresek pénzt, akkor az én úgy gondolom, hogy ez nem hasznos idő. Lehet, hogy egy rossz felfogás, tehát nem úgy értve, tehát úgy képzeljétek el, hogy tehát elmegyünk közösen horgászni, vagy ilyesmi, tehát vagy ha egyedül elmegyek horgászni, ez mind jó dolognak tűnik. Tehát nem azt mondom, hogy ez nem hasznos dolog, mert nagyon jó kimenni a vízpartra, és akkor ott a vízparton horgászni, csöndbe ellenni. Ezek nagyon jó dolgok, és ezeket nagyon is élvezem, és erre nem mondom azt, hogy ez nem hasznos dolog, mert hasznos és jó. Most is kérdeztem a fiamat, mit szeretne szülinapján, elmenjünk bowlingozni, horgászni, akármi. Azt mondta, apa, menjünk a tengerpartra. És olyan igaza volt, hogy elmentünk a tengerpartra, elhülyéskedtünk, minden jó volt. Tenne az anyjuk megcsinálta a finom tortát, ami, ha hiszitek, ha nem, biztos, hogy nem hisztek el, de egy orosz krém torta volt.
orosz krém torta, amit én imádok, és ez nem jó hozzá. Közben vannak itt történések a ház körül, vagy a életem körül, majd azokat is közben elmesélem. Például következő csavar, azt mondom, egy ide. Például vettünk egy furgont, egy vent, egy típusa, de akartam erről is, majd akarok videót csinálni, egy Vivaro, Vauxhall Vivaro. ...2011-es, hát nem olyan fiatal, de nem olyan fiatal, de viszont nekünk megfelel egyelőre, hogyha tudnánk használni, de mindegy, majd részleteket elmondom. Szóval 2011-es, 6 személyes, tehát elől három, középen három, az utolsója az meg raktér. De majd lesz róla videó. És hát megvettem, de nem volt, nincsenek papírjai az autónak. És hát ha minden igaz, holnap a nevemre kerül. Elvileg. Holnap a nevemre kerül, és szóval ide. De nem tudom, ide tettem-e. Tettem. Tehát holnap a elvileg a nevemre kerül, de még ez nem biztos, de biztos, mert megjött már a papír a DVLA-tól. Holnap a nevemre kerül, és öt napon belül megkapom a papírokat, és akkor tudok kötni útadót, mert most azért nem tudom használni az autót, mert nincs, lejárt az útadó június 1-jével. Szóval lejárt az adó, az útadó június 1-jével, és oda kéne egy csavard, én ott nem látok csavarlókat. Azt mondja, hogy igen, ide mutat egy. Szóval lejárt az útadó, és még mivel nincs a nevemen az autó, így nem tudok kötni rá útadót. De viszont azt mondta a DVLA, vagy írta a levelet, meg fel is hívtam őket, hogy 26-ával nem fér be a csavar, húzó basszus. Ez meg kicsi ahhoz. 26-ával a nevemre kerül az autó. 5 napon belül megkapom a papírokat, hogy az én nevemen van, és tudok menni, vagy már akkor nem is biztos, hogy online, vagy postán, hanem online is meg tudom kötni a útadót rá. Decemberig van rajta műszaki. Szóval, nem tudom. Na, srácok, úgy néz ki, hogy ez a része is kész van. Ja. Pár száz csavarhúzó segítségével kész lett. De majd most akarok csinálni egy mérlegelést, hogy ennek a
hogy a fülke az... Maga a kaszni milyen nehéz. Csak ide leteszem, hogy... Na. Lenullázottál, úgy. Kettő kiló, 95 deka. Maga a fülke. Most azt csináljuk, hogy ide teszem maga a... Ezt azt nem tudom, hogy fogom tudni rátenni, na de majd mindegy, várjatok. Ezt még, ugye ezekből vannak olyan elemek, amik még nincsenek fölrakva, mert azt majd csak a végén kell például. Na mindegy. Ezt megpróbálok föltenni. Úgy valahogy. Így. Talán. És mindjárt megnézzük, hogy valahogy rá kellene tennünk, de nem tudom rátenni, basszus, mert nem lelóg róla. Hogy tegyem rá? Nem jó. Nem tudom rátenni, basszus, gyerekek. Nem tudom, hogy megmérni. Mi van, hogyha ezt, ha ide ráteszem, akkor lenullázódik? Ez 1 kiló. De nem tudom, hogy így. Nem tudom rátenni. Szóval 7 kiló 35. De hát nem tudom rendesen rátenni. Plusz 1 kiló ez, akkor 6 kiló 35. Nem tudom, srácok. Majd megpróbálom valahogy megmérni. Na de mindegy. Ennek a résznek vége. Majd a következő résszel jelentkezek. Sziasztok!